Most összeszerelünk együtt egy olcsó kínai alkatrészekből álló levegőminőség mérőt, ez egy szállóporszenzor. Az időjárástól védi a PP cső. A legfontosabb alkatrész az a lézeres szállópormérő. A mikrokontroller, ez egy Node MCU, egy hőmérséklet, páratartalom és légnyomásmérő, a tápegység és a tápkábel, DuPont kábelek, amikkel összekötjük őket, kábelkötegelők és egy szilikoncső, ami beszívja a levegőt. Az első lépésben a Bosch BME 280 szenzort, ez a hőmérséklet, páratartalom és légnyomás szenzort, illesztem 4 darab kis DuPont kábellel, ezt egyszerűen 4-et letéptem a mellékelt kábelek közül. Sárga, narancs, piros, barna, a VCC, GND, SCL és SDA lábakhoz van kötve. És ezt utána összekötöm a mikrokontrollerrel. Itt a D3, D4, 3V és G lábakkal fogom összekötni. Tehát, hogy ami itt a VCC, az a sárga és a GND, az megy a 3V és a G-hez. Tehát, hogy itt lesz egy csavar benne, így fog jönni, és a barna, piros, citrom, narancs lesz. Tehát, hogy a külső citromsárga az itt a második helyre fog kerülni. D3, D4, 3 volt G. Itt mellé teszem így. Jól látszik. Aha. Következő lépés az az SDS 011-es lézeres szállópormérő. Ehhez újra letéptem 4 darab DuPont kábelt. Itt van a csatlakozó. Sorrendben úgy van, hogy TX, RX, föld vagy G és egy kihagyással a táp. Tehát egymás mellé kerül 3. Egy kimarad, és a következő, ez az 5 volt. Ennek 5 volt kell, a másiknak 3, ennek 5 volt kell. A szállóporszenzor első két lába, a TXRX, ami kommunikál a kontrollerrel, az a D1 és a D2-höz fog jönni. Tehát, hogy az előbbiek fölé egyel. Itt egy marad ki, és van a sorba szürke, lila, barna, piros, citrom, narancs. És a táp és a föld, az átjön a másik oldalra, ez kihúzódott, egy kicsit laza, jobban rá kell szorítani. És a másik oldalra nálam zöld és kék, a zöld a táp, és a kék a föld, itt is egy kimarad, tehát a legelső láb kimarad, és utána a következő kettőre kerül. Meg is vagyunk, a két szenzor össze van kapcsolva. Következő, ezt a szilikoncsövet rátesszük a szállópormérőre. Ezen keresztül fogja beszívni a levegő. És itt van egy luk a csatlakozók mellett, és a Node MCU-nak és van egy luk, és ezt a kettőt itt össze lehet illeszteni. És itt egy kábelkötegelővel össze lehet fogni a kettőt. Ez fogja együtt tartani a két műszert. Kábelkötegelő most pont nincs kéznél, de hogy hívják ezt? Kenyér, zacskó, összefogó. Az ollót kérem szépen. Na, nem figyeltem arra, hogy ez így legyen, vagy így fog a csőben állni. A gyártó specifikációja szerint a lézeres
szenzornak a ventilátorra, hogyha alul van, akkor az élettartama egy kicsit megnövekszik, jobban kiürül belőle a por. Ide egy másik kábelkötegelővel hozzá lehet fogni a hőmérséklet és páratartalommérőt, és ez fog bekerülni így a csőbe. Csináljunk egy tesztet. Amikor először táp alá helyezzük, akkor a kontrolleren egy kis kék LED felvillan, abból tudjuk, hogy minden jó. Ott. És a szállópormérőn egy piros LED elkezd villogni. Az utolsó lépés, hogy az egész készüléket betesszük ebbe a két PP csőbe. A tápkábelt beledugjuk. Egy kábelkötegelővel esetleg érdemes még itt még egyszer összefogni. Így ezen a felén lefelé áll. Megnyomjuk, és kész. Lehet bedugni.